November 22-én rendezték meg a 20 éves Erzsébet királyné emlékét ápoló vers és prózamondó verseny döntőjét. A Mesés nagy gondolatok szállnak címet viselő verseny fináléján az elődöntőkön szereplő 115 versenyző közül a legjobb 30 mutathatta meg tudását a Gödöllői Királyi Kastély barokk színházában. November 11-én, 12-én, 13-án és 14-én elődöntőkön mérte össze tudását. Így a mai napon a legtehetségesebb 26 vers és prózamondó, valamint 4 zenei produkció mutatkozik be. Az idei szavaló verseny ünnep, hiszen 20. alkalommal kerül megrendezésre. Ebből az alkalomból nagy szeretettel hívtuk vissza az elmúlt évek kiemelkedő versenyzői közül 8 diákot, hogy egy gálaműsor keretében immár tét nélkül megmutathassák nekünk, hogy a versmondás szeretete még jelen van a hétköznapjaikban. A köszöntők elhangzása után kerültek átadásra az Erzsébet medálok, melyeket a szavaló verseny megvalósítását segítő személyek és szervezetek vehettek át. Idén a Pécsi Ildikó által alapított díjat Molnár Sándorné, Kassai Lajosné, Cira Lászlóné, illetve támogatóként az isaszegi ISSBT vezetője dr. Eszlári Egon vehette át. A három korcsoportban bemutatkozó fiatalok produkciói a Régi Ház 2014 kezdet és vég című gödöllői kulturális tematikus évhez is kapcsolódtak. Költők, írók hazafiságról, hősiességről, bajtársiasságról és a háborúban itthon maradottak érzéseiről, különös életutakról, a háború fanyar humoráról szóló versekkel, elbeszélésekkel és megzenésített versekkel lehetett készülni. Két kategóriában, vers és próza, illetve megzenésített vers kategóriában. A zsűriben Pécsi Ildikó, Kossuth és Jászai díjas színművész, a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete tiszteletbeli elnöke, Gödöllőváros díszpolgára, Fülöp Attiláné, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója, Buka Enikő, a Chopin Zenéskola igazgatója, dr. Papházi János, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumi Osztályának vezetője, és diák zsűritagként Hiri Norbert, a budapesti Erzsébetvárosi két tannyelvű gimnázium tanulója értékelte a produkciókat. Első helyezett Kristóf Anna, Glac Mária, Csörget Bence és a Csendes Együttes lett. A jeles évforduló alkalmából gála műsorra is sor került, ahol az elmúlt évek díjazottjai közül 8-an léptek a színpadra egy-egy produkcióval.